Egy felújított útszakasz Encsencs -encs és Nyírbértek között. Az új útnak köszönhetően a települések időben közelebb kerülnek egymáshoz, így az ott lakók életminősége is javul. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a munkálatokat gyorsan és jó minőségben végezték el. 13 ilyen útfelújítás történt a választókerületünkben, több mint 2,5 milliárd forint értékben. Az elmúlt egy év alatt, és ez köszönhető a Fidesz-KDNP kormánynak, és az Európai Uniónak, kedves encsencsi polgárok, mert hogy ez a vidékfejlesztési program jó voltából történik. Kósa Lajos a Fidesz alelnöke kiemelte, hogy a megújult utak is arra emlékeztetnek, hogy békében lehet gyarapodni. Az elmúlt öt évben tényleg nagyon jelentős pályázati pénzt harcolt ki magának Simon Miklós országgyűlési képviselő úr segítségével. És őszintén örülök annak, hogy <köhem> bármire megyünk az országban a legkisebb településektől a legnagyobbakig, el lehet mondani, hogy az elmúlt öt évben nagyon szépen fejlődött az ország, dacára annak, hogy nem lehetne azt mondani, hogy egyébként végig sütött a nap, és nem voltak problémáink. A Vármegyei Önkormányzat 2011-től foglalkozik területfejlesztéssel. Sesták Oszkár a közgyűlés elnöke kiemelte, ezek az útfejlesztések komoly előrelépést jelentenek. Az elmúlt időszakban Nyíregyházán kívül mint egy 130 milliárdot tudtunk közösségi beruházásokra a Vármegyei Önkormányzat segítségével, közreműködésével fordítani a Vármegyében, és a Top Plus program keretében ennek a folytatása ugyancsak, hát Nyíregyháza nélkül nagyjából 130 milliárddal számolunk, de Nyíregyházal együtt ez már 170-180 milliárd forint. Nagy lehetőség is feladat számunkra, hogy ezeket a forrásokat a megfelelő helyekre juttassuk el, a közösségek igényei alapján, települések igényei alapján, hiszen ezek a programok nagy részt leginkább települési önkormányzatok, a kedvezményezettek, civil szervezetek, egyházi intézmények. A Nyírbeltek és Encsencs közötti út felújítására 195 millió forintot nyert az önkormányzat. Ez több mint két kilométeres szakaszon valósult meg. A két település közötti forgalomnak a nagy része ezen az úton zajlik, már nagyon el volt használódva, nagy kátyuk alakultak ki, a patka össze volt törve, kátyuk voltak az út mellett, és most a vidékfejlesztési programnak köszönhetően ez meg, megszépült és újjáépült. Penészleken pedig a Magyar Falu program keretén belül újult meg a piac és iskola utca, valamint a piac köz. Ez közel három kilométeres út, és összesen 43.847.600 forintba került, illetve ennyi támogatást kaptunk erre a beruházásra. Ez egy önkormányzati belterületi út, amint láthatják, a település belsejében helyezkedik el, és természetesen nagyon nagy jelentősége van, mert egyrészt a település látképét szépíti, másrészt egy nagyon-nagyon elavult régi utat sikerült felújítanunk. Steszták Oszkár még elmondta, a Top program keretében 82 milliárd forint már a kedvezményezetteknél van, további 50 milliárd szabolszat már berekben pályáztatásra vár, és Nyíregyházán is legalább 60-70 milliárd forintos a forráskeret.